hol van? Hát a flapúza? Komm, gehen wir! Für dich ist der Krieg vorbei, Tommy. Ja. Ja, Tommy, a háború, neked vége? Hála Istennek! Hannibal Brooks. Köszönetet mondunk a németországi München és Bajorország lakosságának és hatóságainak, Ausztria, Tirol és Vorarlberg tartományainak. Te vagy, Brooks? Mondj csak, mit látsz ezen a kis lyukon? Elég sokat. Ha tiszta az idő, még Mussolinit is. Add nézzem. Ez remek. Nagyszerű. Mindig is szerettem az ágymunkád. Kit érdekel, hogy mit szeretsz? Ma este megszökünk innen. Csak le kell vennünk azt a két középső deszkát. Neked való, Brooksy. Nem, nekem való. Én nem akarok megszökni, te se, Bernard. Én igen. Mi a véleménye, uram? Egyetértek. Tökéletesen kivitelezhető. A fogoly kötelessége megszökni. Remek. Így beszél egy angol tiszt. Ha megállunk, a te dolgod lesz figyelni. Ha kiszedjük a deszkákat, tudjátok, hol találjuk magunkat? Hol? Nagyon messze otthonról. A Brooksy. Nos, tökéletesen kivitelezhető, ugye? Ez jó volt, Brooksy. Használhatnád néha ezt is. Na, mi azt életi, te is? Az a baj Pekivel, hogy ő született vezet. Oh, kösz. Minden szarba belevisz ez a barom. Mi volt éjszaka? Folyt a pesgő. Együtt vacsoráztam Münchenben egy fehér májú grófnővel. Mi volt a menü? De előbb elmesélek nektek erről a grófnőről egy történetet. Arról beszélj, hogy mit ettél. Steak és májpástétom. Ó. Mellesleg a grófnő azt mondta... És ki van a pudinggal? Honnan tudod? Vigyázz, jön a cserkész parancsnok. Hello, fiúk! Figyeljetek. Hihány fiúk. Maga ne figyeljen, a maga lelke a Pentagoné. Persze. Nos, fiúk, tudomásomra jutott, hogy Jerrynek külső munkaerőre van szüksége Münchenben. Nos, mi nem akarjuk, hogy ilyesmire bárki jelentkezzen, igaz? Mármint, ha az úr a bosokat kedveli, nem tett volna bennünket a brit hadseregbe, igaz?
Másrészt maguk itt is brit katonák. Az úrért, a királyért, az országért dolgozniuk kell. Parancs, uram! Milyen egyenes volt a lelkét, hogy lehazaárulózott minket? Hát lássuk be, nem lehetünk a német hadigépezet hasznára, azzal, hogy dolgozunk neki. Persze a szövetségesek se kezdtek nyerni attól, hogy mi nem vagyunk ott. Hé, Bruxy, kérdezd meg a smasszert, hogy hova megyünk, jó? Hé, tizedes! Gefreit el! Wo gehen wir? Zum Tierpark. Mibbe fegett? Hát, hogy a Tierparkban. Jó, ez kedves. Mi a franc az, hogy Tierpark? Állatkert. Igazi állatkert. A kert nem nyitva a közönségnek. Maguk dolgoznak az ápolókkal, akik mutatják, hogy csinálni. A nyelv nem lehet akadály. Ha kapnak egy lapát és egy halom trátya, egy üres talicska, nincs szükség a szavakra. Csak sürgős problémával jönni hozzám. Én vagyok direktor. Nos, sok a munka. Köszönöm. Komzi. Ez kiváló. Trágyahordással tölthetjük legszebb éveinket. Igen, én a törpe papagájokért. Ez nekem? Á, Herr Kellermann! Hát az az érzésem, itt lesz mit lapátolnom igazán. Kellermann. Ó, Brooks. Gut. Hadifogoly voltam Angliában. A múlt háborúban. Liverpoolban. Ó, igen, sok állat van arra is. Kom. Az elefánt nem bánt? Jó, de csak magának hiszem el. Látott már elefántot? Igen, persze. De kintről, nem innen bentről. Honnan van? Ceylon. Tessék, Lucy. A kedvence az alma. Lucy, az új barátod Brooks. Ő lesz a gondozód. Sajnálom, de épp nincs nálam egy alma se, de holnap ígérem, hogy hozok almát. A sózott marha is jó. Ez fenséges volt. Egyszerűen fenséges. Igazi hó. Igen, csak azt nem tudni, hogy milyen. Szerintem patkány. Ugyanaz, amit a herr direktor eszik. Hello, Báró. Ez nagyon jó hely, fiúk. Mit kaptál, Bruxy? Elefántokat. Atyám, elkaptad a lapátot. Nem, nagyon jó, érdekes munka. Te mázlista, én aligátorokat nézd. Oda néz, amit elég. Inkább ne gondolj bele. Kibírhatatlan, asszony és hús, mindez egy nap. Ennek aztán reggel is suttogatsz a fülébe. Bezzeg, a többinek nem suttog ez a kurt. De ez meg idejön. Idejön hozzánk. Itt a nagy alkalom, Bruxy. És suttog te is. De szellemes riposzt volt. Nagyon finom a húsa.
Egy alma. Látta ezt? Ő adott egy almát nekem. Bízik magában. Most már teljes értékű Lucy gondnok. A seregben mindig mondták, hogy kitarítanak. Tudtad, hogy az elefánt ugyanolyan betegségeket kap meg, mint mi? Egyre jobban érdeklődsz a munkád iránt. Ezek után már csak a túlóra jön. Na, és ez a négy legjobb hetem a háborúban. Hogy van a lámája, Brooks? Adja át áldásul. Az egy elefánt, uram. Kaphat bárányhimlőt, kanyarót, úgy, mint ön, uram. Akkor a széltől is óvja. Na csak, miket nem hallunk az elefántról? Ahogy csak barátok vagyunk. Rajta, kislány! No! Mikor tanítod meg már végre krikettezni? Aj, ne. Csak nem itt dolgozol te is. Figyelj! Azt hiszed, hagyom, hogy az angoloké legyen minden jó meló Németországban. 10 cigivel is egy órába került nekem ez. Volnál szíves bemutatni minket? Ó, igen, persze. Ő itt Lucy, Lucy, ő Peki. Köszönj szépen. Szia, Lucy. Brooks, úgy látom, nem örülsz nekem. Nem, nem nagyon. A háborúra emlékeztetsz. Ez meg mi? Tapír. Dél-Amerika, nőstény. Hát, nem tetszik nekem ez a tapír. Viszont itt nincs egy smasszer se. Na, ha akarnád, úgy értem, ha valaki, ha akarná, csak kisétálnánk, nem? Úgy értem, kisétálna, ha? Ó, már megint kezded ezt. Hogyan? Figyelj, Svájc csak 150 kilométer, egy hosszabb kirándulás. Ott mi van? Ó, ez már foglalt. Egy amerikai katonának. Hím. Akit egy bajoristálóban fognak majd el cukorrépa mérgezéssel. Na, mit szólsz ehhez, Errol Flynn? Meg fogok szökni. Szépen elbújok a svéd szekrényben, és kiásom magam, amíg a többiek tornáznak. Na, jössz? Nem. Ma sasszem napja van. Hogy, Vili? Ó, jó fiú a Vili. Úgy kezel, mintha úriemberek lennék. Jó reggelt, Vili! Reggelt. Hát akkor indulhatunk is? Várjunk egy kicsit. Nem volt még reggeli áldás. Ah. Rakjátok. Rajta, fiú, kemeljük! Lehetne, óvatosan! Reggelt, uraim! Jó reggelt, uram! A mai példázat Ezékiel prófétától. És lőjön az úrnak szava én hozzám, mondván. Megállapodtak a francia partra szállásban. Két ausztrálnak sikerült megszökni a mosodából. Három az egyhez fogadom, hogy 10 napon belül elfogják őket. Minden szakasz két fővel gyarapszik, miután 100 indián hadifogó érkezik kedden. És Monte Cassino elesett 18-án. Tehát tartoznak nekem 20 cigarettával, 4 csokoládéval és egy doboz tejporral. Isten áldásával. Ámen. Ámen. Gondolom, tudjátok, hogy lett ez tábori lelkész. Nem, hogyan? Fogadott a helybéli kántorral. Máris, menjen az óvóhelyre. Nem, segítek kipányvázni, Lucy. Ne, majd én. Menjen már gyorsan. Schnell! Ezek ti vagytok ilyenkor? Igen, hát... Éppen ebédeltem, finom zebragulyás volt. Jézus, ez közel volt! Mi a felének bombázát az állatkertet? Hülye, amik! Anna! Na de fiúk! Az elefánt házad! Visszamegyek! Segítek! Erre van a kijárat. Gyere! Köz a segítséget. Ugyan öreged, nem lesz? De mikor lesz még egy ilyen jó lehetőség? Kellerman és Lucy ott vannak bent. Was macht ihr hier? Na los in der Bunker! Menj csak! Vigyázz! Na,
Na, akkor jössz, vagy bekötődött szépen ezt a szemét fricet, ha? Igyekez, hogy el ne kapjanak, fiú. Elmúlt a vész, kicsim. Vége van. Nincs több dolga, kicsim. Jaj, ne! Was ist passiert? Wieset ihr da gyorsan! Igyekezzenek! Brooks, Lucy-nak semmi baj? Most már semmi. Volt egy szilánk az oldalában, de kivettem. Szörnyűség, szörnyűség. Le kell lőni sok-sok állat? Igen, maga jól csinál, de hol van Kellerman? Ott fekszik. Gut, ich übernehme die volle Verantwortung. Ja, es ist auch von äußerster Wichtigkeit. Ich werde es veranlassen. Morgen früh, danke. Rein. A helyi parancsnokság volt az. Nagy harcot vívtam velük. De én győztem. Lucy lesz evakuálva Innsbruckba. Ott biztonságban lesz, nincs bomba. Holnap reggel indul. Magával, Brooks. Indul? Mármint, hogy mi? Hogy fogunk oda jutni? Vonattal? Remélem első osztályon. Gyere, Lucy, előre! Lépjél szépen! Lépjél, Lucy! Szép lassan! Hold a farát, Vili! Igen! Horváth, Lucy! Horváth! Szólj neki, hogy hallgasson, Vili! Horváth! Gyere, Lucy, mozogjál! Mozgás! Verladung befolgt gleich Befehl. Egy ezredes az SS-től. Was macht das hier? Ein Elefanttransport nach Innsbruck. Mi baja van? Mit akar ez? Mondd meg neki, hogy én rám bízták. Mondja meg maga. Értek angolul. Honnan származik? Ceylonról. Pont zu, Standartenführer. Akkor ez is oda tartozik. Javaslom, azonnal vigye vissza. De el kell szállítanunk a városból, vonattal. De nem ebben. Én vagyok a vonatparancsnok. A papírunk van rá, nem igaz? Hivatalos. Ez most nem számít. Szükségem van a vonatra. Én vagyok a parancsnok. Amint azt látja, fontos katonai berendezéseket szállítok. Százszor fontosabbak ezek, mint egy elefánt. Még egy ceyloni elefántnál is. Ha elviszi a vonatot, hogyan vigyük el az elefántot Innsbruckba? Hogyan? Van négy lába, nem? Egy kis séta nem árt neki. Ich sage Ihnen, dass Sie kommen doch zu Fuß gehen. Hát kicsit túlöltözött vagy, mint aki a Lord Majorral találkozik. Lucy, auf! Auf! Auf, Lucy! Auf, Lucy! Bravo! Bravo, bravo! Hello! Eljött elköszönni tőlünk? Nem, eljön velünk. Mi? Kurt beszélt a direktorral. Meggyőzte arról, hogy kell egy szakács az útra. Semmi pessimizmus. Minden lehetséges. Ki van dolgozva az út? Minden nap 20 kilométer. Ez lesz 10 napos és egy reggel. Minden jót, Brooks. Vigyázzon Lucy-mra. Mindent megteszek. És az nagyon sok lesz. Jó utat, Brooksy. Remélem, boldogan éltek majd.
Mondtam, hogy kell egy szakács. Nagyon finom volt. Csak egy szerény kísérlet, egy jó lengyel ízre. Lengyel? Nem is tudtam, hogy te lengyel vagy. Uh-huh. Én azt hittem, hogy orosz. Amúgy nincs is különbség köztük, igaz? Mármint nekünk. Ismertem pár lengyelt. Minden áldott este egy kocsmában találkoztunk, még otthon Angliában. Őrültek voltak. De jó cimborák. Turistának. Ezt a faragást osztrák parasztok csinálták a 18. században. És itt van Willy Ausztriából, az elefánt Ceylonról, akár egy cserkész dzsemborin. Új békét és megértést kovácsolunk ki itt. Bitte nur Deutsch sprechen. És itt van a felsőbbrendű. A béke és megértés pedig megy a talomba. Ich mag jetzt meine Melde. Ilyenkor hova megy? Jelentenie kell a direktornak minden este, aztán jól berúg. Disznó, nem csak akkor. A vaskeresztért kapálódzik, hogy az édesanyja büszke lehessen rá. Annak is örülhet, hogy szeretik. Táborozók, frissen, vidáman! Mozgás, Vili, fel az oknikat! Rajta, szép lány, ébresztő! Remélem, jól aludtam. Ott az otthonom, fenn a hegyek között. Természetesen nagyon szép hegyek, de ha egyet láttál, mindet láttad. Disznó Dezső is érkezik. Reméljük, minden este így megy majd. Na lózod meg, Sean! Víz is péden! Mi csak rád vártunk, te részek, disznó. Bújjunk el az eső elől. Kurt tovább akar menni, hogy megvegyen a 20 kilométer. Tessék? Ja, igen, nem látok még soha disznót. Lucy, ez a disznó. Disznó? Jetzt weiß ich, was disznó heißt. Du hast es zweimal zu mir gesagt. Und du hast zum ersten Mal gesagt. Zum ersten Mal. Hey, gyorsan hagyd abba! Azt mondtam, hagyd abba! Nem! Raus! Rauf, te még! Lucy! 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 Állj! Lucy! Lucy, állj meg! Lucy! Lucy! Nyugi, nyugi, semmi baj, Lucy. Senki se bánt téged. Ez nem bomba, Lucy. Gyere, kislány, nézd, itt a kedvenced, Alma. Tessék, Lucy, enyél. Sie ist ein gefährliche, unbergbare Bestie. Te mondd meg neki, hogy fogja be. Sie kann von Glück sagen, dass sie nicht ungeleit haben. Sag dem Tommy. Sag dem Tommy, ich weiß, wie man Elefanten tötet. Azt mondja, megöli az elefántot. Ich weiß auch wie und wo. Utána mit mondott? Azt mondta, hogy parancsa van rá, hogy hol és mikor. Lenged? Mintha nem is lenne háború, mi? Igen. Ez már Ausztria. Ide nem jutott el a háború zaja. De az elefánthoz sajnos igen. Felemelem egy shillingre az árat. Egy shilling! Rajta szerencsés lépek! Ki akar elefántagolni? Heute Abend bleiben wir hier. Gefällt eddig? Mit mondod? Az, hogy itt maradunk estére, táncmulatság lesz. Nem kezdünk fel? Ja. El akarja játszani a falubikáját.
Ó, a helyedben én nem őt választanám. Láttam, rengeteg káposztát evett ebédre. Én maradok, ez így nem fel. Nem, menj csak te is szórakozni. Láttam, hogy a pincérlány nagyon nézegetett. Ne hagyd, hogy csalódjon. Kurt nem fog zavarogni ma éjjel. Berúg, mint egy állat, és tényleg sok szép lány van a faluban. Jó éjt! Ciao. Nagyon kedvel téged. Ez kölcsönös. Jó gyerek ez a Vili. Szeretnél egy almát? Almát. Fura ember vagy te. Sose hatodsz meg. Úgy látod? Nem, azt hiszem nem. Csak ettől az elefánttól. Ó, ő még engem is meghat, igen. Ha valamit meg kéne mentened, nem őt választanád? Engem is meg kell menteni. Szeretném, ha te is megmenekülnél. Akkor mégiscsak jól gondoltam. Igen. Eltörött, Brooksy. Eltörött a lábam, Brooksy. Ó, Brooksy, ez biztos eltörött. Brooksy. Brooksy, a lábam. Brooksy, ne csináld ezt! Ez eltört! A pajtatetők se olyanok már, mint régen, Brooksy. Szegény szököt hadifoglyok. Eltört a lábam! Ez ki? Egy francia. A megfigyelő. Mit kell megfigyelnie? Leginkább a tetőn lévő lukakat. Tudod, Brooks, mi vagyunk a rezisztansz, érted? Partizánok. És láttunk téged meg a germánokat, és azt mondtam magamnak, Brooks biztos benne akar lenni, mert igazi katona. Meglátja a nagy lehetőségeket. Nincs ennivalótok, ugye? Nincs, sajnálom, de nincs. Te nem félsz attól, hogy... hogy talán... hogy valaki meglát? Hé! Hey! Hé! Hey! Azt hiszem, mondani akar valamit. Aha. Nem értem, miért nem tanítanak amerikai angolt Európában. Német katona! Hát, Brooksy, akkor inkább búcsúzom. Igen, épp ideje. Rajta, emelj! Ja, emelj már! Húzd már! Brooks! Brooks! Mi a fenét akar ez? Mi van, Vili? Nézd, hoztam nektek ennivalót. Jó. Igen, ínyenc falatok, nézd, rongya tojás, meg sonka és vaj. Látod, baj? Valami baj van? Nem vagytok éhesek? De, igen. Rongya! 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 Vobizdu! Vobizdu! Aha, Davizdu! Dilajta runta! Te, én nem értem, hogy mit mondasz, de ha a létrát akarod, az itt van, és itt na, is marad. Na, ott, hát te! Mondom, itt marad. Ez őrültségre is képes. Nem éri meg. De igen. Mondom, hogy nem. Ezt egy gondozónak is jó tudni. Sosem állsz létrára elefánt mellett, kiváltképp részegenne. Így van? Hm? Meg kellene Lucy-t is itatni. Basszert! Nein, wir gehen gleich weiter. De ő is mindig kapott vizet, ha mi ittunk. Nein, wir müssen über die Brücke. De azt mondja, nincs időnk. Át kell mennünk a hídon.
elefántfülük SS. Ó, az elefánt nem tud hátrafelé menni, roppantul sajnálom. De én már láttam őt, ugye? Nem, Willi, azt rosszul láttad. Hey! Hello, Sprinkin Zürich! Figyelj, a cirkuszi elefánt megy hátra, de Lucy nem. És nem tud egy lábon állva labdát egyensúlyozni az ormányán. The fighter! Na csak, gyalogosan? Hát muszáj volt, tudja, kiraktak a vonatról. Na, visszajöhet a hídra, mihelyest én átjutottam. Vigye innen. Ó, attól tartok, ez lehetetlen. Tudja, itt nem tud megfordulni se, uram. Sajnálom. Láttam én már elefántot hátrafelé menni. Cirkuszit, idomítottat. De ő nem az. Eddig is sok időt veszítettünk. Snellbrooks. Melyik lágerben is van? 7-es A. Majd gondoskodom róla, hogy helyezzék át. Das willst du bedájan. Glaub es mir. Das willst du bedájan. Igen, ha engedted volna inni, most nem lennék a hídon, nem igaz? Nem merj hátrafelé lépni. Egész Innsbruckig hallottad? Egy lépést sem. Tudod, az én makacságom mindennek az oka. De téged mer csak megbüntetni. Hé! Se étrel, se jó víz. Meg tud bocsátani? Tudod, mit mondott? Azt, hogy ne csináld még egyszer. Ez a kurt egész nap őt kínoszta. Az éjjel én leszek majd soron. Itt nincsenek parasztlányok. Jön már! Leadta a jelentést jó katonához illően. Vronya! És jól be is napszozott disznóhoz illően. Vronya! Vronya! Fázol. Gyere, Lucy, vigyük egy kis gyújtóst a tűzhöz. Gyere, drágaságom! Gyere, Lucy! Előre, szépen! Vigyük ezt a szép szálfát a tűzhöz. Dolgozz az ételért. Rajta, Lucy, lökd! Rajta, lökd! Lökd! Kurt, vigyázz! Hab ich aber gesagt, der Feuer! Heute ist ein Mist, ich! Ich habe den Befehl, sie zu töten, weil und wo ich will! Und ich werde sie töten! Azt mondja, parancsa van az elefánt leölésére. Jó, de mondd meg neki, hogy a parancs csak józannak szól. Einmal hat er die heute nicht unter Kontrolle gehabt! Zweimal! Ich weiß, wie ein Elefant tötet! Da! Nem halott. De halott. Most mit fognak velem csinálni? A hadbíróság elé visznek. Le fognak lőni, mindannyiunkat elövik. Most mit csináljunk? Milyen messze van Svájc? 90 kilométer. Át kell jutnunk a határon. Mindenkinek. Neked is, Vinny. Nem, én nem mehetek Svájcba. Dehogy nem. Vagy pedig felveszed a puskát, és feladsz bennünket. Az SS üldözni fog. Úgy van. Rejtsük el a holttestet. Thank you.
Billy és te menjetek előre. Én rejtve megyek Lucyval. Találkozunk Billy falujában. Miért kell elválnunk? Együtt kellene maradnunk. Jó, de nem sok értelme lenne, ha néhány órán belül elkapnának minket. Ami biztos, ha együtt megyünk mindannyian. Nem mondhatjuk rá, hogy nem feltűnő, igaz-e? De miért kapcsolnák Lucyt össze velünk? Bejelentenék, vagy nem? Úgy értem, nem olyan gyakori erre felé az elefánt, hogy csak úgy elfeledkezzenek róla, nem? Akkor köst ki valahová. Nem, nem tehetem itt, egyáltalán nem. Tudod, valami csendes helyen hagyhatom csak. Nem akarod te ott hagyni sehol. Tudom, mire gondolsz. De ez őrültség. Ne kockáztasd az életedet egy állatért. De hisz már megtettem, vagy nem? Megöltem az első németet ma. Mit gondolsz, mi vezérelt, hogy megtegyem? A király és a haza. Itt van a neve a falumnak. Ott biztonságban leszünk. Ha odaérsz, megpróbálunk átjutni a határon. Jó, legalább 2 hét kell. Odaérek, megígérem. Na, induljatok már. Megpróbálja valahogy megmenteni ezt az elefántot. Érted, Willy? Még az Alpokon át is. Miért ne? Hannibal is megtette. Sie müssen in ihrer Gegend sein, bewachten Sie die Beinhöfer der Angeben, denn Sie müssen ihnen Halt machen zu Fuß. Ja, sobald das möglich, es ist unbedingt wichtig. Mi a probléma, Dirikém? Megnyertük a háborút, mi? Baj van, Lucy Elefanttal. 2 napja nem kapok jelentést. Hát én a maga helyében nem izgulnék, főnök. Egy elefántot még Brooks is sem veszít el. Wir müssen einen Suchtrupp ausschicken. Innerhalb eines Radius von 15 Kilometern, besonders das Gebiet hier. Jawohl, Armand. Und was sollen wir suchen? Einen Elefanten! Induljunk. Gyere, egy biológia szakkör talált ránk. Ha nem tűnünk el gyorsan, tényleg lesz, mit mesélünk a tanítónak. Mozgás, Lucy, gyorsan. Gyerünk, Lucy, előre. Semmi baj, Lucy. Ein Elefant? Wo? Ich sehe nichts. Nein. Schaffen Sie mir dieses Engländer hier, es war so schnell als möglich. De remélt, hogy visszajutsz a lágerbe, barátocskám. Und ich brauche diese Manken lebend.
Visszamegyek a legutóbbi faluba. Igyekszem vissza. Hé, ha hatra nem vagyok itt, hívd a rendőrséget. Ciao. Egy szál füst sincs, se kutya. Akkor ezt mindenképpen megnézzük. Hotel Monenflu. Sajnos nem foglaltattunk szobát, de biztos, hogy találnak nekünk. A luxus. Borotválkozás, utána ágyban alvás. Szép vagy. A szobapincért. Szólna a grófnőnek, hogy most már készen állok, kérem? Köszönöm. Denn dahin? Was zum Teufel ist denn das? Verdammt nochmal, wer sind Sie? Kommen Sie hier, mein Herr. Hey, was machen Sie hier? Was hab Sie vor? Das Schnaps ist gut, mein Herr. Kann ich wieder aussehen? Das Schnaps ist gut, mein Herr. Der Schnaps ist hier. Das ist gut, ja? Die müssen was zu saufen da gelassen haben. Das werden wir gleich haben. Gib mir mal dein Feuerzeug. Kann sein, dass der ganze Weinvorrat noch da ist. Ja? Der Schnaps ist gut, ja? Der Schnaps ist gut. Thank you.
Jól vagy? Tudnom kellett volna, hogy csak te vezetsz az út bal oldalán. Hm? Igen. Meg akartam úszni a csúcsforgalmat. Adj neki egy kortyot, Joseph. Rajta, lökjétek le! Sajnos nincs német jogosítványunk. Neked ez nem kell? Nem. Tudod, nincs jogosítványom is. Ezek a német zsaruk meg nagyon finnyásak. Jól van, gyertek vissza! Azt hittem, hogy már rég Minneapolisban vagy. Ezek a barátaid? Nem azok. Kollégák. Dezertőrök, hadifoglyok, mint egy idegen légió. És te vagy Bo Jester, mi? Ha ez a francia Gary Cooper, akkor az vagyok. Minek neked itt egy hadsereg? Ez itt a kakukkosóra ország, és nem az afrikai dzsungel. Figyelj, a fiúk épp most perzselik a dígókat, igen? Minden ráérő germán most oda tart, és a Brennerhágon kell átkelniük, ami Ausztriában van, igen? Kis mellékutakon jönnek, és kisebb konvojokban, igen? Hm? Hát azt hiszem, csalódást fogok okozni neked. Ne, Brooksy, örülök, hogy látlak. Különben hová tűnt a királyi egyenruhád? Tudod, egy elefántra kellett vigyáznom. Igen. Hát magammal hoztam. Tudod, Innsbruckba kellett volna mennünk a parancs szerint. Megöltem az egyik őrt, és most éppen Svájcba tartok az elefánttal. Tudod, Brooksy, tudom, hogy hülye a kérdés, de mégis, mi a felének viszed azt az elefántot Svájcba? Azért, mert még ott nem járt. Neked nem kell megszöknöd, Brooksy. A magad fajtát hazatelepítik. Mint a gyerekek, a katonást itt játszanak. Bó, meghaltál! Nem, nem tudsz megölni, tank vagyok! Ne! Lucy! Lucy! Megjött a nagy fogás. Erre várunk már régóta. Ott egy elefánt! Pontosan az aknánk felé tart! Joseph aknája nyomására robban. Ha ez rálép, felrobbantja a tervünket. Lucy! Lucy! Meg akarod ölni? Csak megállítom. Nem is reméltem, hogy nagy vadra megyünk. Lucy, ide! Ó, ne, Brooks. Lucy, gyere ide. Gyere, kislány. Rohadt elefánt. Azt hiszem, konvoj hamarabb ér oda. Ez nem hit kérdése. Ó, Lucy. Megtiszteltetés, hogy láthattam. Örülök, hogy láthattam ezt a hősi mészárlást.
Nézd, Brooks, ha nem tudnád, háborúban. Nézd, neked lehet, hogy csak képzeletbeli. De ez a valóság, Brooks. Még itt is. Jól van, Becky, elfogadom. De élvezned mégse kéne. Itt fekszik egy tucat német katona. És tudod, hogy miért? Tudod? Marhahús. 8 teherautó. Marhahús konzerv. Egy német járőr! Hát azt hiszem, te nem tartasz velünk, he? Tényleg nem. Sok sikert. És Lucinak is. Der Tod ist ein Kriegsgefangener, ein Franzose. Lebt von unseren Leuten noch einer? Ja, einer lebt noch. Drüben bei den Wagen liegt er, aber von dem werden wir kaum etwas erfahren können. Warum nicht? Es geht ihm zu schlecht. Ja, versuchen Sie ihn trotzdem zum Sprechen zu bringen. Ich meine, ich kann nicht warten, bis er wiederhergestellt ist. Ne feledd, a dolgunk most attól még nehezebb lesz, kislány. És Peti apró csintevései se könnyítenek a helyzeten. Hm? Hé, te! Mi bajod, Lucy? Egész nap nem szóltál egy szót se. Nem érzed jól magad? Mi bajod van? Ó, Istenem, már csak ez kellett. Where is the doctor, Peter? Da. Is der Doktor hier? Oh, bitte, kommen Sie herein. Sprechen Sie Englisch? Beszél angolul? Én beszélek angol. Jó reggelt! Mit segíthetek? Nézze, én egy brit hadifogoly vagyok. Megszöktem. Nem akarok semmi rosszat, de van egy beteg állatom. Hol van az a beteg állat? A közelben, a hegyen. Ha fel akar jelenteni, akkor kérem, mondja. Azért jött, hogy megnézem az elefánt? Igen. Igen, elefánt. Mit te válsz elefánt angolul? Elefánt. Ah, nem, angolul kérem. Itt vagyunk. So, elefánt angolul, itt vagyunk. Ah, danke, danke. Itt vagyunk, Lucy, visszajöttem. Ah, itt vagyunk, azaz elefánt. Jó van, kicsi, mit vagyok? Nézzék! Nem harapsz? A szádat! Nyisd ki! Kellene egy jobb elemlámpa. Megmérem a pulzusát? Tudja, mi baja van? Milyen betegsége lehet? Barátom, gondolok, itt vagyunk Cigen Péterhez. Cigen Péter? Cigen, moment. Cigen Péter. Ja, itt vagyunk. Mump van. Mumps? Mumps, mumps, mumps. Ja, ja, so, mumps. Nagyon biztos. Mumps. Igen. Ja, kérem, hozzá az orvosság. Rendszerint, ha beteg volt, rumot adtunk. Úgy egy üveggel. Attól jobban lett. Igen, tudom, attól mindenki jobban lesz. Nyugálom kell, itt vagyunk. Meleg, nem mozgás, és enni csak a leves. Maradjon itt. De meddig? Hetes napig. Egy hétig. Egy hétig? Semmi baj, nem találják itt meg. Mondják csak, milyen messze van egy falu, Langen, gyalog? Talán 10-15 kilométer. Oda fog menni? Igen. Muszáj.
találkozom valakivel. Tessék, jó, jó, mi vigyázunk, itt vagyunk. Mikor visszajön, ő jobb lesz, nincs több mumps. Mumps. Te kis butus. Gondolom, valamelyik gyerektől kaptad el a karneválom. Ó, te remélem nem ragasztod át rá. Az elefánt ugye nem ragasztja át a mumpsot. Kérem, ha nem vagyok itt egy hét múlva, akkor hívja fel a müncheni állatkertet. Persze, felhívja. Köszönöm, doktor úr. Önnek is. Nagyon örvendek, kérem, nagyon örvendek. Á, Isten áldja a király, vagy a királynőt. Gute Nacht, Mutti. Brooks. Igen, persze, hogy Brooks. Jó a vacsora. Ó, ugye nem baj, nem, hogy... Nem, 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 persze, csak egyél. Hol van Bronya, odafönt? Nem. Bronya egy másik házban van. Veled van, semmi baj sincs? Nem, nem, nincs semmi baj. Figyelj, nem maradhatsz itt. Itt van az anyám és a húgom is a házban. A ház mögött van egy legelő. Aludj az egyik istálóban. Reggel majd viszek neked ennivalót. Jó, rendben van. Ma neked úgy jó. A határ nincs már messze innen, ugye? Nem, nem, nincs. Reggel megbeszéljük. Megbetegedett sorsára hagytam. Eddig sem értettem, hogy miért maradt mellette. Tudja, mi angolok állatbarátok vagyunk. Az a kutya nem hitte. Az egy német kutya volt. Herr Stern nagyon aggódik az elefántjáért. Roppant szomorú lesz, hogy maga cserben hagyta. Minek köszönhetem a kitüntető figyelmét? Azt hittem, az SS-nek más a feladata. Ne becsülje le magát, Brooks. Megölt egy német katonát. Ez bőven elegendő lenne, hogy érdeklődjek maga iránt. De három napja megtámadtak egy konvojt. Egy emberünk túlélte. Azt mondta, látott egy elefánt. Látott? Milyen színűt? Bring den Gofangomer herein! Ez itt az egyik támadó. Felteszem, hogy soha nem látták még egymást. De javaslom, gyorsan találják ki, hogy mit is mondjanak nekem. Mert más feladatom is van. Ezt ne felejtjék el. Ich hatte mir ein paar anständige schöne Zigarren mitgebracht.
Bocsáss meg, Brooks. Felejtsük el, Billy. Semmi baj. Elfogtak. Két napra rá, hogy ideértünk. Megfenyegettek. Nem engem, a családomat. Igen, el tudom képzelni. Ez az ember elárult. És azt mondott, semmi baj. Mit kellene tennem, megölnem? Attól ez az egész máshogy lenne. Ne zavarja, hölgyem, hogy mi történhet a barátai haloda lent. Mindennapos eset. A háború az ön számára véget ért. Elég hülyén néz majd ki, de nem lesz itt senki. Jól van, menjünk. Nincs más választásod. Reméltem, hogy sose kell kimondanom, de örülök, hogy látlak. De mégis, hova visztek? Az én kis kunyhómba, nyugaton. Gyertek! A határ felé tartunk. Csak az a baj, hogy hegyes. Követlek. A cirkusszal. Hát, ha már itt vagyunk. Nézd, Brooksy, perceink vannak, érted? Perceink! Perceink, hogy kijussunk innen! Üzenj Sternnek, ha neked az jó! Mondd meg, hogy Lucy jól van, de hagyd itt! Nézd, egyszer úgy is ott kell hagynod, Brooksy. Mi lesz veled a háború után? Élsz majd egy kis kertes házban, és nagyobb lesz az óla kertben, mint a te házad, ha? Megyek Svájcba, Peki. Ott biztonságban lesz. Jól van, Robin Hood. De ha egyedül mennél, akkor is kell egy hegyi vezető. Van hegyi vezető. Én veled megyek, Brooks. Ti merre akartok menni? A Szent Antal hágó felé. Nem, azt ne, azt ne. Azt túlságosan őrzik. Menjünk Lucern felé, a Károly hágón át. Nagyobb a kaptató, de biztonságosabb. Ha olyan kapaszkodós, hogy képzeled, hogy az a bazi nagy elefánt megbászta az Alpokat? Ne is mondd! Hannibálnak megvolt. Volt neki, van szomorú azért, mert maga nem volt rá itt, de most már jobban van, komplett. De senki sem tud róla. Hogy tudnál? Ha mondanám, hogy gyógyítok, beteg itt vagyunk, ki hinne nekem? Lucy. Lucy, meggyógyultál? Ó, igen, nem állhat közénk semmiféle zingermédel, ne? Úgy látom, kipihented magad, amíg ezt kúrálták ki. Van egy ajándékatok búcsúzás. Rum? Köszönöm, doktor úr. Jól fog esni majd a hideghegyi utakon. Na, nem magának, bár itt vagyunk.
Ó, megkockáztatom, nekünk is hagy egy kortyot, hogy ígyunk a maguk egészségére. De majd csak Svájcban. Minden jót. Svájc arra felé van. Jó lenne, ha előre mennél, körülnéznél, mielőtt nekivágunk. Rendben. Hat német katona üldözőbe vettek. Át tudunk itt kelni? Nem, itt roppant sebes. Akkor is meg kell próbálnunk. Siehst du was? Ich kann nichts sehen? Nein. Nimm mal ab, Minket. Chicken! Na, ez meg mi? Előttünk. Talán úgy 500 méterre. Nekünk ahhoz semmi közünk. Lőnek, és nekünk ahhoz nincs semmi közünk. Ne keresd a bajt, Peki. Tűnjünk el innen. Joseph? Ilyet már játszottunk. Figyelj, van még néhány töltényünk, igen? Van? Egy katonai vonat jön erre, nem? Ha? Ugye? Na, ha összedolgozunk velük, a távozásunk nagy durranás, nem? Őrült vagy. Rakoncátlan. Irracionális. Szeretnivaló. De nem őrült. Nem őrült. Tartsd őket távol! Mindjárt jövünk! Nem akarom! De akarnod kell! Csak ne álljanak fel és ne oszoljanak szét! Nézd a lom! Most mit akarsz csinálni? Azt mondtam, hogy lőj föléjük, ne rájuk! Kérlek! Ja, kérjem a sérdalra! Négy kurt vászik felfelé. Kérlek, Lucy. Lögd. Lögd, jó, Lucy? Lucy, lögd! Segítek, jó? Lucy, lögd! Lögd!
Jól van! Bocs. Tudom, Joseph, őrült vagyok, jól tudom. Mellesleg műszaki zseni is vagyok. Sammy! Megvan! Jól van, Joseph. Álmulj. Jön a vonat! Otthon ez címlapra kerülne. Egy hős amerikai katona megállította a németeket. Jön egy vonat! Ez ki fog siklani? Aki a vonaton ült, azt... Aki a vonaton ült, azt mind mi öltük meg. Nézd, Billy, én nem akartam, de van, ami... Van, ami Peki szerint értelmes. Nézd, nem én kezdtem ezt a rohadt háborút. De ha már benne vagyok, nem fogok veszíteni. Tehát ez egy újfajta bomba. A vonatot ugyan nem robbantja fel... Mert ez csak egy álbomba, álrobbanással. Itt van Brooks! Övé a vonat! Hát minket nem támogatott a zoológia. Most akkor megvárjuk. Mire mi a határhoz érünk? Már rég megnyerte a háborút. Ha beérünk abba a szorosba, az már majdnem a határ. Csak egy út van, de az meglehetősen nehéz. Elég meredek. Mennyi az esély annak, hogy Lucy átmegy? Majdnem semmi. De ezt téged sose zavart. Mi bajod van? Az egy német katonai autó. Ha akarnánk, se tudnánk gyorsabban menni, mint ők. Nem, de én megállítom. Ti menjetek tovább. Ha a jó helyről tüzelek, egy egész hadsereget feltarthatok. Add a mordányt! Ne butáskodj! Mit akarsz a fegyverrel? 10 méterre se látsz el az orrodból. Hát azért annál egy kicsit tovább. Kérlek. Na. Kösz. Lucy, előre, gyerünk! Mozgás! Oben ist er. Du bleibst beim Wagen. Die anderen, wir fahren mit der Bahn hoch und schneiden den Weg ab. Los! Also pass auf, du schaltest den Schalter an und wir zwei fahren mit der Karre hoch. Jawohl, geht in Ordnung. Mach die Tür zu. Ach nee, warte mal noch ein bisschen.
Mensch, das Schweinfeld und Mann! Verdammt nochmal, er ist reingekommen! Pfeiler rüber. Hier, már csak rajtad múlik, Lucy. Mindig napnyugatnak. Lucy, gyere! Állj! Várj meg itt! Figyelemre méltó az öleme. Rükverc nincs rajta, de a hegymenete jó. Úgy látom, az ezredesek hegymenete is jó. Hát, nem minden ezredes egyforma. De nem ám. Ha maga indította újra, az őrmesterét nyírta ki. Miről van szó? Csak maga akar aratni? Mondja csak, járt már Genfben, Brooks? Nem, azt kell hinnem, hogy nem. Pedig gyönyörű hely. A Palace Hotel az egyik legjobb Európában. Most is ott veszek ki lakosztályt. Persze tóra nézőt. A cseresznyés kacsa, azt mondják, még most is kitűnő. Eltávozást kapott, ma nem mondja. Az, amik már Párizsban vannak. Brooks őrvezető pedig kijött a Spájzból. És most? Németország kimondottan utálni fogja az SS ezredeseit. A háború után. És a svájci kantorok nem? Svájc, Brooks őrvezető, arra megy az út. És most, hogy ilyen messzire jutott, gondoltam, akár mehetnénk együtt tovább. És mi lesz azzal ott a kabinban? Én leállítottam a felvonót. Majd jönnek és beindítják. Reméljük, hozott meleg ruhát. Bámulatos, hogy meddig jutottál.
Hát sok helyütt átvágtunk. Akár csak te. Te választottad. Nem volt nehéz. Az ember lánya vagy akarja, vagy kényszerítik. Nagyon is jó volt az úr ajánlata. Ó, az életünk megmaradt, igaz? Hm. Így vagy úgy, de megmaradt. Már közel vagyunk a határhoz. Nézd! Mit látsz? Na, csak az elefántos ember. Von Haller is a lány az érdekes. Megállj, Brooks! Maradj szépen ott! Nem sajnálnám az időt, ezt itt megölni. Ugyanazt játsza, mint mi. Át akar jutni a határon. Váratlan semlegességi roham, von Haller. Ha segítek átjutni, miért érdekli ez magát? Ezen a hágon egy kis ravasság is kell. És én nagyon ravasz vagyok. Tudom. Nos, itt marad. Bruxy, gyere, beszélni akarok veled. Hé! Mi az angol álláspont? Egy vonat kisiklatónak, ez gyerekjáték. Hány ember van ott? 4. Mindig ilyennek képzeltem a csapdát. Nem tudnátok a völgyben menni? Az aljában és éjszaka. 2 emberembe került. És hova fenn mennétek? 2 emberembe került. Megbízol von Hallerben? Nem. De nincs más választásunk. Menjünk vissza és másszuk meg a hegyet. De ezt öljük meg. Uraim, javaslom, hogy gyorsan jussanak dűlőre. Mi baj van, ezredes? Mit talált a katona szem olyan érdekesnek odalent? Jön egy német járőr. Lehetnek vagy 10. Biztos rádión szóltak nekik, hogy itt elkaphatnak minket. Na, mi legalább még 1 óra. Ha csak... Igen? 5? 5? Mit csinálhat? Még egyenruha sincs rajta. Tessék, nézd már rá, úgy néz ki, mint egy... Na. De itt van nálam ez. Az útlevelem. Ez teljesen olyan. Ennek feltétlenül hinni fognak. Ügyes munka. De a pisztolyom kell. Ugyan. Add oda neki. Add már oda. De a lány itt marad. Hogy eszébe se jusson az árulás. A szavamat adom. Egy dezertáló német tiszt szavát. Mein Name ist von Haller. Obersturmbannführer von Haller von der 14. SS-Division Feldkirch. Hier ist mein Aus... Kommen Sie mit! Halten Sie die Hände oben! Az ilyen embert nem érdekli ez a lány. Ha vele van, ha nem. Biztos, hogy csapdát állít. Igaza van. Ne bízzanak benne. Úgy látom, riadót fújtak. Isten oszt a Svájcban! Előre megyek, megnézem. És a többiek? Ott jönnek, látja?
Amikor elkezdődik, mi csendben meglépünk. Ne is törődjön a gazfickókkal. Vigyázz, csapda! Vissza, csapda! Vissza! Csapda! Menjetek vissza! Vissza! Perceken belül ideér. Nyugalom, öreg. Előbb ezt le kell dobnom Brooksnak, jó? Annyit dobjál, hogy elérjem a magas lest! Most vigyázz! Csaporán, Brooks! Ideért a járőr is, még a végén eltalálnak! Szórjátok meg őket! Számadt egy ötletem! Ne szórakozz, Brooks! Másszál fel! Gold, John, gyertek! Sie schießen, vielleicht greifen sie an. Dann müssen Sie sich beeilen, bevor die Patrouille Ihnen ein Ende macht. Szegény Peki, osztrák hősi halott. Meglőttek. Ez csak egy karcolás. Karcolás? Te, Brooksy, képzeld, megnőttek. Eltaláltak. Itt a lávamon. Túléled.
A te fajtád mindig. Rajta, Lucy, édesem. Minden rajtad múlik, kicsim. Szegény Brooks. Nem mondtam, hogy a palaszba nem lehet bemenni. Nyakkendő nélkül. Den den nicht raus, Herr von Haller. Es ist gefährlich. Ahová én megyek, egyáltalán nem veszélyes. Tizedes. Lucy, húzza! Menjél, Lucy! Gyere, Lucy! Ne csináld, Lucy! Húzzad! Menj! Gyere, Lucy! Rajta, Lucy! Húzd meg! Húzd, Lucy! Ez az! Ez az! Te mit csinálsz? Én? Megindult! Húzzad! Húzd! Előre, Lucy! Menj már! Előre! Na, jöttek volt, Brooks! Húzzad, gyorsan! Oh. Hey! Az már Svájc! Jártál már valaha Genfben, Peki? Nem. Hát nem is nézem ki belőled. A Palace Hotel az egyik legjobb Európában. Remélem pár napot megint eltölthetek ott. Szerinted elefántoknak is van ott szállás, Brooks? Igen, ha te vagy a vezérűrű. Ezek meg itt meg vannak lepődve. És hogy meg lesznek lepődve, ha kiderül, hogy Lucy és mi hadifoglyok vagyunk? Fel a kamerát. Na, úgy látszik, megcsináltuk. Engem csak az zavar, Brooksy, hogy egy elefántnak köszönhetünk mindent. Persze. Mit gondolsz, miért hoztam magammal?